300 ezer adag AstraZeneca oltóanyagot ad kölcsön a magyar kormány Szlovéniának. Az Orbán Viktor által jelzett határozatban a miniszterelnök felhívja Kanzler Miklós humán minisztert, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter segítségével minél hamarabb hozza tető alá az erről szóló megállapodást. A kölcsönadásról rendelkező kormányhatározat aznap június 1-én jelent meg, amikor a hazai koronavírus honlapra felkerült, hogy Magyarországon már nem lehet online időpontot foglalni a brit-svéd vakcinával való első oltásra, mert a beérkező csökkentett szállítmányokat a második körös oltásokhoz használják fel. A keddi hírben az is szerepel, hogy orosz vakcinából már nem érkezik több szállítmány Magyarországra. Nem ez az első eset, hogy a magyar kormány AstraZenecát ad más országoknak. A hazai készletből jutott már a Zöldfoki szigetekre és Észak-Macedóniába is. A magyar kormány május végén 40 ezer adag Pfizer vakcinát adott kölcsön Csehországnak. Ezzel párhuzamosan jelezte Brüsszelben, nem vesz részt a következő uniós Pfizer beszerzésben.